Támogatják Medina lakói, hogy közelükben épüljön meg az új NATO radar. A lakosok szerint a beruházás fellendítené a helyi vállalkozásokat. A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint a választás azért esett Medinára, mert itt már működik egy radarszázad, amelynek területén létre lehetne hozni egy új radarállomást is. A település polgármestere nem tart a természetvédők tiltakozásától sem, szerinte ugyanis a régi lokátor sem ártott senkinek. Itt a Tolna megyei Medina mellett működő radarszázad területén építeni fel a Dél-Dunántúl légterét pásztázó lokátort a Honvédelmi Minisztérium. Míg a korábbi helyszíneken, a Zengőn és a Tubesen az érintettek tiltakoztak a radar miatt, a medinaiak úgy tűnik támogatják a katonai objektum építését. A polgármester azt mondta, eddig is volt radar a település mellett, most pedig egy újat kapnak a régi helyett. A sugárzástól pedig nem tartanak. 25 éve működik, 25 éve élünk itt, nekem is 3 gyermekem van, de körül lehet nézni, kukoricát termelnek, buzát, bort termelnek, ezeknek kiváló borokat. Én nem gondolnám, és minden új, sokkal korszerűbb, és ez tudomásunk szerint a negyedét fogyasztja annak, illetve a negyed kisugárzása, mint a régi lokátoroknak. A sugárzás nem riasztotta el a lakosokat sem. Annyit hallottam, laktanyában dolgozó emberektől, hogy ugye sugárzás nem főfelé irányul. Én nem tartok tőle. A helyiek, legalábbis akit kérdeztünk, örül a beruházásnak ezért. Jobb lenne, hogyha egy kicsit helyre lehetne pofozni mindent. Lehetséges helyszínként Medina neve már tavaly nyáron is szóba került. A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint azért esett a választás erre a településre, mert itt már amúgy is működik egy radarszázad.